Aha, mindenki bólogat, aha. Hát érezzétek jól magatokat, aki esetleg még fokozná a hangulatot. Komfortosan van egy büfénk hátul, finom pálinkával, sörrel is, igen. No, hát mi elkezdjük akkor, aki még nincs itt, az valószínűleg nem is tervezte, hogy idejön. Érezzétek jól magatokat, és a tapsot pedig ne sajnálják. Minket ez bátorít azért. Na gyerünk önésem! Köszönjük, hogy nagy levegőt vettünk az elején, kicsikét. Megtréfált a technika, de mi is vicces fiúk vagyunk, úgyhogy mi vesszük a poénokat. Most pedig jön egy olyan nóta, aminek a videóklipje is, vagy hát nem is klipje, film.
A kolléga mindig kijavít, mert a tudásom nem haladja meg az ebéd, úgyhogy... Tehát egy videóklip hasonló, amilyen videóklip hasonló, fönn van a YouTube-on, nekem a kedvencem jobban tetszik, mint a másik, tudod, ami igazi videóklip. Mint a novembri. Úgyhogy ezen nem nekünk szól a rádió. Reméljük, hogy hamarosan a rádióban is, a Karc FM-en kívül, még esetleg a retróban is meg fog szólni. Hallgassátok meg! És lágergyakos azt mondták.
szépen! Ez a refrén tényleg különlászó, remélem megegyeztétek, hamarosan mindenki ezt énekelheti az utcán. Mi is jön? Játszom egy dalt. Ja, játszom egy dalt, a címe is ez. Játszom egy dalot.
nagyon szépen köszönjük. És csak így hallgatja ezen, nem így örülünk, hogy megmaradtunk retrós hangulatban a zenéinkben is, tehát nem lettünk bele rappes dolgokat, mert tőlünk ez idegen. És különben is, aki hazudik, az csal. Nem, aki csal. Nem, aki hazudik, az csal. Aki hazudik, az lop. Hazudni, csalni, csúnya dolog. A következő notánk, ne hazudj már. Szeretjük! Hölgyeim és Uraim, Balázs Csapa szerint a legjobb dal a lemezen.
Ezt tessék úgy hallgatni. A jó, mert szerintem is ez egyik legjobb. Hanem, bárki beszélt most. Otthon vagyunk, szinte egy család. Megtaláljuk a gombokat. Időben beleférünk igazából, hogy nyugodtan végig. Élő felvétel? Azt hittem. Jó, látom. Mondok, ami szebbet is, akkor nem. Nem mertelek bevállalni élőben. Jön egy olyan nóta. Ez sincs elemzem, ugye? Ha jól emlékszem.
Megy a lány. Megy a lény, mi így tudjátok el biztos, hogy megy a lény. Egyébként nagyon érdekes története van a szövegnek. Az jó. Az jó, erre csinálsz, az jó. Jó. Megy a lény. Kemény, ő írta. Mágy a sorrendet. Na jövő éve róla. Köszönjük szépen! Jó megvariáltam, nem jöttetek zavarba tőle? Kicsit eltévedtem. A rap volt? Szerintem a rap volt a legjobb a végén. Hát nem mindig sem volt, csak meg a Thunder. Jó, meg a Thunder, Panci. Volt már egy lassú mután az elején, ami nem is volt annyira lassú, de ez most még jobban könyvmózsolós, ha minden igaz. Már most megindultak a könyvcsatornában a könnyek. Várakozás. Mindenkinek lelke.
csendben valami zűrre. Kívánságot, ez egy jó taktika, mindenki meg fogja hallani, hogy tényleg rajta van, rajta van. Ez is tényleg magad, hogy ez nem? Én meg sem hallottam a lemezt igazából a sorrendet, meg nem tudom, úgyhogy te többet tudtok, mint én. Álman, kezdj el. Hát igen. Come on.
Mit maradtál? Ez egy jó! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Abban bízom, hogy visszafelé minket fogtok majd udolgatni. És akinek még van CD-re játszol a kocsiban, hajszerek, hanem hozzuk magunkra a CD-ket, meg egy demiutált is! Milyen kép vajon, hogy szólhat egyébként, hogy én milyen profik vagyunk, meg minden tudom. Na jó, ha jól látom, lassan a végéhez érünk. Még kettő darab dalunk van. Én nagyon bízunk benne, hogy tényleg jó élményekkel fogtok innen elmenni. Szívetekben az önésönnel. És az elemez bemutató, igazából Tatabánya még nem is történt meg, ha jól tudom, ugye? Jól emlékszem, mert annyi helyen voltunk már, hogy hú... Például Bélem Parkban. De Tatabánya még nem voltunk, úgyhogy ugye Tatabánya azért a szívünk csüske, hiszen Sándoron kívül, Alpin kívülre. Mindenki innen. Itt ülnek a gyökerek. Na jó, nem húzottam el, mert Bani már felteszem, mert néz rám. Na jó, van, a szívünk csücske, Tatabánya. És hoztunk egy két lemeztés esetben. Várj, te azt mondod, itt vannak a gyökereink. Itt vannak a gyökereink, igen. Egyébként csak egy gyökér van tőle, barna. Mi vagyunk a viccesünk. Jöjjön a slágerünk, aminek a képe szintén még találtó szintet itt van.
Gyere már!
És folyton annak a csinál, hogy benne van mindenki. Benne van mindenki, csak ő nem. Én biztos, hogy benne van. Ha? Ha? Okay. Cheese, vagy sex. Mondjátok, hogy sajt. Sajt, az nem. Akkor még egyszer köszönjük szépen, hogy én is ülejünk szép estét, és köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok! Köszönjük szépen! Csókozom! Szabad a csók!